Köszöntöm Önöket! A Pannongazda eheti műsorában három témával foglalkozunk. Gyógynövénytermesztéssel, vetőmagtermesztéssel, valamint a jégvédelemről lesz szó. Tartsanak velünk! Az elkövetkező napokban csapadékos, viharos időjárásra számíthatunk, amelyet sok esetben jég, illetve erős szél is kísérhet. A csantavéri határban azonban készenlétben áll a jégvédelmi rendszer. A hét közepére és végére jégesét jósolnak a szakemberek a délvidéken. Burány Ferenc és Talós Imre április közepétől napi 24 órás készenlétben áll Csantavéren. Ők felelnek a jégelhárító rendszer működéséért. A szomszédos Bajsai központtal folyamatosan tartják a kapcsolatot, és riasztás esetén 10 perc alatt a helyszínen vannak. Van a vias jedna! A jégvédelmi állomás jelenleg 9 rakétával rendelkezik, ami az előző évekhez képest jónak mondható. A jégvédelmi rendszer működtetése precíziós munkát igényel. A megadott koordinátákat pontosan kell beállítani, különben a rakéták téves irányban hatástalanul robbannak fel. 12 kilométeres kört fed le itt a csantavéri határba, ami maximális lefedettséget jelent. Két robbanófejesek, az első, a kisebb robbanófeje az 2500 méternél robban el, és akkor azt a pára, mert minden jég alatt van pára, az főszippancs, aztán pedig a nagy töltet, az 8600 méternél robban el. Mert ennek az a lényege, hogy fönt nagy tömegű a jég, tehát nagy darabos, ököl meg mit tudom én, kilós nagyságig is, és az a lényeg, hogy úgy szétverje, hogy a rizsa a maximum ilyen borsószerű nagyságú jég formájába hulljon le. Az idei nyár mind hőmérsékletében, mind pedig csapadékban nagyban eltér az előző években tapasztaltaktól. Több ízben volt olyan makroszinoptikus helyzet, ami ritka számban van ilyenkor július, főleg a hetedik hónap folyamán. Ezek az úgynevezett ilyen magaslati ciklonok, illetve mondjuk hidegcseppek, amik általában jellemzőek az áprilisi, májusi hónapokra, nem pedig a nyárias, tehát főleg júliusra, illetve júniusra. Tehát ez egy kicsit nagyon érdekes, ami ezt illeti. Ami a hőmérsékletet illeti, kicsivel alacsonyabb, mint eddig volt. Tehát azt lehet mondani, hogy idén például még egyszer sem volt 35 fok árnyékban, természetesen 2 méter magasságban, pedig már a nyár kétharmada szinte megvan, mert az elkező napokban sem várható 35 fok fölötti érték. Tehát az előző nyarakhoz képest azért egy kicsit hűvösebb a nyár. Szalai Géza ludasi termelőt is meglepte az idei csapadékos időjárás. Mint mondja, a mezőgazdaságban sohasem lehetett elég okosnak lenni. Mindenre fel kell készülni. Meglepett bennünket ez az időjárás, ennyi csapadékra nem is mertünk gondolni, tehát szinte heti szinten érkezik az eső, és a mai napra is már estére várnak. Tehát most már a jóból is megárt a sok, de hát nem tudjuk befolyásolni. Volt biztosításunk buzára, hát az annyira ez egy nagyon érzékeny növény, hogyha meg kalapálja jég, kukoricára nem biztosítottunk. Hát a kukoricában most már olyan fázisban vagy, meg a napraforgóban, hogy olyan nagy kárt nem tud tenni a jég, de hát akármennyi jég van, az mindig károkat tud okozni. Tavaly mintegy 250 hektáros területen tizedelte meg a termést a jégeső a csantavéri határban. Volt, akiknek több ezer eurós kárt okozott a vihar, ám kártérítést sehonnan nem kaptak. Tavaly csantavért az, hogy hallottuk, nagy jégkár érte, különösen több pontban, nem csak egy pontban volt. A termény nagyon nagy károsítás jött az épületekben, nagy károkat csinálta. Jégkár, mivel nem volt jégvédelmünk. Hát erre az évre biztosítottunk valamennyi buzát, az, hogy most már elé taratva, az már nem aktuális. Hát, hogy az elkövetkező napokban mi fog történni, azt nem tudja senki se, hogy lesz jég, nem lesz jég, az mindig volt, még most is van jég, úgyhogy az állandóan veszélyben van az egész termés. Várjál, csak oda tűzünk. Az idejébe vetettem buzát, kukoricát, napraforgót, ezeket termesztjük, de főleg jószágtenyésztéssel foglalkozunk. Tavaly nagyon megsínlettük, volt olyan gabonánk, amit teljesen elvert a jég, mondhatom itt a napraforgóra, amit újra kellett ültetni. Az idén ezek a nagy jégkárok nem jelentek meg, ugye mivel működik az állomás, és bízunk abba, hogy nem is fog bennünket ekkora kár érni. A tavalyi évhez képest kevesebb alkalommal tapasztaltak jégesőt az idén Vajdaságban. A készültségi állapot ennek ellenére egészen szeptember végéig tart.
azok a gazdák, akik saját részre nem tudják megtermelni a vetőmagot, vásárolni kényszerülnek, azonban magával a vetőmag termesztéssel nagyon kevesen foglalkoznak. Egy ilyen családi vállalkozást mutatunk most be Magyar Csernyéről. A mai gazdálkodás elsősorban profitorientált. A nyomott árak és a nem várt betegségek megjelenése visszaszorítja a gazda jövedelmét, holott a beruházások évről évre növekszenek. Meg kellene találni azokat a termelési irányzatokat, amelyek biztos bevételt szavatolnak. Egyik ilyen ágazat a vetőmagtermelés, bár az itt kitermelt áru zömét is csak külföldön érdemes eladni. Jövedelmező, ám szigorú szabályokat követel. Ahhoz az ágazathoz tartozik, ahol talán egy kicsit több pénzt lehet keresni, sokkal több munkával. Tehát amikor ugye azt mondjuk halljuk, hogy több pénzt kaptunk, nagyobb jövedelmet lehet megvalósítani egy hektárról, akkor sokan azt hiszik, hogy itten ezt csak úgy osztogatják, ez nem, sokkal több munka és sokkal több felelősség. Mert a magért nem csak addig felelünk, ameddig eladtuk, hanem még utána is, mert ez visszakereshető, ki volt a magtermesztője, esetleg ha fajtát összekeverte, akkor kivárta össze, és akkor ebből bizony-bizony lehet gond is, tehát nem csak abból áll, hogy eladtuk a magot. A vetőmagtermesztés milyen külön szabályokat követel? Ez egy ellenőrzött termelés, ellenőrzött a minisztérium részéről, a minisztérium kiröndöl mezőgazdasági állomásokat, akik ellenőrzik a fajta azonosságot, az egészségi állapotát a növénynek, és az mellett persze a termeltető is 2-3 alkalommal is ellenőrzi a parcellákat. Tehát ez egy nagyon kontrollált termelés. A Biacsi családban apáról fiúra öröklődött a gazdálkodási forma, így nem kérdés, hogy miért tartanak ki ez mellett. Van egy tradíciója családon belül, van egy plusz tudás, ami ehhez szükséges, és akkor sok olyan gép, ami speciálisan csak itt használható, és akkor hát adott a dolog, és akkor benne maradtam. A termékpalettán mi szerepel? Hát az idei évben virágokból nincsen. Konyhakertieknek a magja van ilyen, hogy saláta, többfajta saláta, többfajta tök, zöldségmagok, akkor uborka mag, akkor mit nem soroltam, hagymamag, az a hagymából is többfajta van. Az értékesítés sem éppen zökenőmentes. A hazai piac mekkora biztonságot jelent a termelőnek, vagy éppen a külföld felé kell, hogy forduljanak? Hát inkább a külföld felé kell fordulni, arra kell keresni a vevőket, mert a hazai piac az véges. Tehát egy nagyon kis piac. Szerbiának a vetőmag fogyasztás a konyhakertiekből nem nagy. Tehát sokkal többet termelünk, mint ami itt a belföldön szükséges. Ez ki is kerül külföldre, külföldi partneroknak termelünk nagyobb mennyiségeket. Így nyár közepén mi a teendő a vetőmag termesztésben? Érkezik lassan a saláta, amit oda kell figyelni, hagymákat oda kell figyelni, mert hagymának most már beérik egy pár nap múlva, 5-6-10 nap múlva hagymamagot szedni kell. Utána a saláta következik, ha fel kell foglalkozni, betegségük, kártevők, meg nem röndölünk jeget. Néptelenednek el a falvaink, a fiatalok munkahely hiánya miatt más országokban keresik a boldogulást, pedig aki földdel rendelkezik, a vetőmagtermeléssel elindulhat a fejlődés útján. Meg lehet benne találni a számítást, gyorsan pénzt nem lehet keresni vele. Viszont egy állandó munkát és állandó jövedelmet jelenthet azzal, hogyha becsületesen csinálják ezt a dolgot. Amit termelni kezd mondjuk rá akármikor, amikor annak a vetési ideje van, az mind szerződő van, tehát mind szerződéssel lekötött termelés. Itten van tradíciója a magtermesztésnek, tehát nem egy új dolog, ez már az 1900-as évek elején komolyabb mennyiségbe termelték itt a magokat, tehát a konyhakerteknek a magját, gyógynövényeknek a magját. Tehát egy tradícióval rendelkező terület. A fiatalabbak azok az inkább a sok hektár állami támogatás felé mennek, a kisebb terület, ahol sok kézimunka, azt nem nagyon akarják csinálni, de viszont én ebben nagyobb biztonságot látok.
Bár szerteágazó a mezőgazdaság és rengeteg újonnan kialakult lehetőség rejlik az ágazatokban, jó lenne ezeket a fiatalokkal is megismertetni és támogatást nyújtani a meginduláshoz. Biotermékeiről, elsősorban gyógynövényeiről és teáiról ismert a Faragó Biotanya családi vállalkozás Oromon. Faragó Jánost már gyermekkorában is érdekelte a gyógyászat és a gyógynövények. Miután Németországban természetgyógyászatot tanult, 10 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy itthon nem gyógykezeléssel, hanem a gyógynövények termesztésével hasznosítja a tanultakat, amiben a család is messze menően támogatta. Legfőképp mi ismertek vagyunk ugye a gyógynövényekről, mint tea, fűszernövényekről, babok, gabonák, kukorica, tehát patogatni való kukorica, olajnövények. Egy 30-on fölüli száma, ami a különféle termékeket, amit csomagolunk. Most a mai nap éppen zsáját szedtük, az van bent a szárítóba, pár nap ezelőtt láncsét takarítottuk le a földről, és akkor így aztán következik majd az egyik fajta babunk, úgyhogy minden hétre valami betakarítás van most már, úgyhogy ha éppen nincsen betakarítás, akkor még a meglévő növényeket tisztán tartani, tehát parétlanítani, gyomtalanítás is majdnem, hogy egész őszig mi nálunk aktuális. Az oromi család olyan gyógynövényeket, fűszernövényeket, magvakat és zöldségféléket is termeszt, amelyek már-már elfeledettek, éppen ezért ritkaságnak számítanak a hazai piacon. Palettájukon megtalálható a cickafark, a citromfű, az izsóp, a körömvirág, a pásztortáska, a zsája, az azukibab, a mungóbab, a hokkaidótök, a stévia, a lestján, a csicseriborsó vagy éppen a tárkony. A gazdálkodás szülei Oromhoz közeli tanyáján kezdték, majd növelték a földterületet. Ez a tanya környékén, ez a parcella, ez 6 hektár meg egy kicsi, és egy 4 hektáros parcella van még 10 kilométerre távolabb, ahol általában egyszerűbb kultúrákat, tehát olajtök, tönkölybúza, pattogatni való kukorica, ezek vannak ott kint, itten pedig az ilyen igényesebbek, amit minden nap látni kell. Sokan ma is úgy tartják, hogy a levegő, a környezeti vizek és a talaj szennyezettsége miatt valójában nem is lehet igazi biogazdálkodást folytatni. Mennyiben lehet helytálló ez az észrevétel? A védősávot azt nem, hogy be is akarjuk, hanem be is muszáj tartani, hogy biotermék, tehát hogy egy bizonyítványt kapjunk arról, vagy egy tanúsítványt. És különben hát szerintem a legnagyobb mérgező anyagok az, amit direkt rávisznek a növényekre, vagy ami a talajban megtalálható, egy idő után kitisztul a talaj, tehát átállás, az a biotermelőknek szokott 2 év lenni, a 3. évben pedig meg szokták ezt a tanúsítványt kapni, hogyha úgy csinálja, ahogy kell. Szerintem nem olyan nagy a probléma a levegőbe röpködő mérgek, mint ahogy sokan állítják. Bizonyos szinten az állam is ösztönzi a gazdák biotermelésre történő átállását, az eredmény azonban nem kielégítő. Valószínűleg a bizonytalanság is, hogy ha átáll biotermelésre, hogy fogja azt eladni. A több munka az egy probléma, a több papírmunka az egy másik probléma, tehát itten nagyon sok papírológia van ezekkel a termékekkel. Ami anyagi támogatás van, az nem olyan nagyon jelentős, tehát az a 30% vagy 40%, amivel többet kap egy biotermelő, ahhoz csak a kézi munkába sokszorosát fekteti bele. Az ember azt gondolná, hogy egy évtized alatt a Faragó Biotanya már szoros kapcsolatban áll a nagy feldolgozókkal, de ez nem így van. Nagy feldolgozóknakkal nem dolgozunk. A termékeinket csak így csomagolásba árusítjuk, mivel hogy ha valaki keverni akarja a biót a nem bióval, vagy valami, azt a legelsőnek is a nagy feldolgozók tudják megtenni. Nálunk csak csomagolt áru megy ki, tehát hogy ne legyen ilyen probléma, hogy valamilyen keveredés vagy akármi. Úgy tudjuk, a biotermesztés drágább a hagyományosnál. Drágábbnak természetesen drágább, mivel hogyha megszámoljuk, hogy egy holdat egy átlagos termelő lepermetéz valamilyen gyomtalanító, gyomírtóval,
fél óra alatt valami 2000 dináros költsége, az 10 embernek egy holdat megkapálni, attól függ, a kultúrától függően úgy lehet, hogy tart egy napig is, tehát ottan sokkal nagyobb a költség. János és felesége Irma mellett a biotanyából él meg az egész család, 4 gyermekük és János szülei is, összesen 8-an. Kisegítőket csak gyomláláskor és szedéskor alkalmaznak. Ez szerint megéri biotermesztéssel, ezen belül gyógynövényekkel foglalkozni, pedig úgy tűnik, hogy nálunk a bioélelmiszer még mindig másodrendű az élelmiszerláncban. Észlelhető valamennyire nagyobb érdeklődés, tehát mióta mi elkezdtük a termelést, csomagolást, azóta állandóan észrevehető úgy a kisüzletek is, hogy évről évre mindig szaporodik egy-kettővel akik nálunk vásárolnak, mint üzlet, de ugyanúgy a falubeliek is, vagy Szabadkavárosról is ugyanúgy több az érdeklődés. Faragóik eddig nem kértek állami támogatást beruházásokra. Első szállítójukat önerőből vásárolták, a másodikat pedig tavaly egy banki pályázatra beadott bioötletért nyerték. Van itt egy régebbi kisebb szállító, ez saját erőből. Egy kis német segítsége, ugye anyós, após, de viszont az újabb szárító, ami mostan van megtöltve zsájával, azt egy bank nyereményén köröztül, tehát az NLB banknál nyertünk egy pályázaton, ami a legjobb bioötletet pályáztuk, arra adtunk be pályázatot a legjobb bioötletre, és akkor mi voltunk tavaly a fő nyerők. A biotanya előtt még nagy jövő áll. Hogy jól gondolkodnak, munkájukat pedig jól végzik, igazolja az is, hogy 2010-ben elnyerték az év biotermelője megtisztelő elismerést, bár a gazda szerint számára a legnagyobb elismerést mindig is a vásárlók visszajelzései jelentették. Ez volt a Pannon Gazda mára, köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra!